Újra itt a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora 21. században. Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. Már is sok minden érdekességgel készültünk, mutatom, milyen témáink lesznek a következő fél órában. Aluhab. Mire jó a hazai gyártású fémhab? Skanzen. Régi idők házai közt. Informatikai kisokos. A titokzatos felhő és ami mögötte van. Baby CTG. Magzati szívhangfigyelés otthon. Újrahasznosítható, egyszerűen megmunkálható, könnyű, mint a hungarocel, és számos területen felhasználható. Ez a hazai gyártású alumíniumhab. De hogyan is lehet előállítani ezt a különleges anyagot? Mitől lesz habos és ellenálló? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Miskolcon, az Aluinven ZRT-nél, ahol a világon egyedülálló módon állítják elő a speciális fémhabot. Az alumínium a periódusos rendszer harmadik főcsoportjába tartozó könnyű fém. Jól megmunkálható, korrózióálló, kiváló elektromos és hővezető képességű. A világ első alumínium tömbjét az 1855-ös párizsi világkiállításon mutatták be. Ára akkoriban az aranyéval vetekedett. Már a hétköznapi tárgyaink ezrei készülnek a korábban magyar ezüstnek is hívott könnyű fémből. Ebből az anyagból fejlesztették ki hazai szakemberek a világszínvonalú alumíniumhabot. Aluinvent egy startup cég. 2012-ben alakult. Egy hosszabb kutatásfejlesztési folyamat, egy tanulási időszak után sikerült 2008-ban elindítani egy olyan innovációt, ami már Magyarországon indult el. És magyar szabadalom, ami nemzetközi szabadalommá vált, és ezzel az eljárással, amit akkor kitaláltunk, egy unikális alumínium habosítási eljárást hoztunk létre, ami világ első. De hogyan állítják elő ezt a szabályozott és homogén cellamérettel, valamint különleges mechanikai tulajdonságokkal rendelkező új típusú alumínium habot? Maga az alumínium az olyan, mint a tiszta víz. A tiszta vízbe teszünk bele szappant. A szappan maga felületaktív anyag, és buborékok, ami a víz felületen keletkeznek, azok egy ideig stabilak maradnak. Ez azért van, mert rugalmassá tesszük a vizet. Ugyanúgy rugalmassá tudjuk tenni az alumínium olvadékot is, csak ott magas hőmérsékletű szappant kell beletenni. Mi esetünkben ez zafír részecske, amiket eloszlatunk az alumínium olvadékba, és utána egy speciális buborék injektálási eljárással hozunk létre különböző buborékokat. A cég nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, az energiahatékony előállításra és az újrahasznosításra is. Az aluhab pedig alternatív lehetőséget kínál a műanyagok és a fa helyettesítésére. Valójában a mi habunk az teljes mértékben újrahasznosítható. Másrészt olyan minőségű és mennyiségű habosító adalékot tartalmaz, ami alapján a mi habunk az könnyen megmunkálható, vágható. Maga a buborék méret az beállítható, a buborék mennyiség, az alumínium ötvözet, ez szintén változtatható, mindezeket a versenytársak nem tudják. Az aluhab meghatározott méretű, szabályos buborékokból áll. Ezek mérete 0,5 mm-től egészen 20 mm-ig terjedhet. Most nézzük meg, hogyan is néz ki maga a gyártási folyamat. Az érkező alumínium tömböket olvasztókemencébe helyezik, ahol a 700 fokon megolvasztott alumíniumhoz hozzákeverik a speciális szappant. Majd a mögöttem látható két adagoló kemencébe kerül a már habosodó alumínium olvadék, és az alumínium olvadékot pedig a henger soron habosítjuk ki egy habosító kemencébe az injektorokkal, és a szállító szalagon szilárdul meg, ami után a paneleket később méretre vágjuk, és így szállítjuk ki a megrendelőhöz. A kész terméket több tesztelésnek is alávetik. Mi most szilárdságát teszteltük nyomásvizsgálattal. Ilyenkor azt figyelhetjük meg, hogy a terhelő fejnek mekkora erőt kell kifejtenie ahhoz, hogy az anyagba mélyedjen. A grafikonon pedig láthatjuk a terhelő erőt az elmozdulás függvényében. Mivel
összenyomható, és maga az erő, ami föllép az összenyomás során, az nem lesz egy adott erőnél magasabb, ezt tudja az anyag, ezért a behatásnak az erejét azt maximalizálni tudja maga az anyag. Tehát olyan puhasságú alumínium habot tudunk készíteni, ami még elég kemény ahhoz, hogy elnyelje, viszont összenyomható és kontrolláltan nyeli el a robbanási energiát. Így felhasználható a védelmi ipar területén lökés hullámok elnyelésére, vagy hasznosítható az építőiparban burkolati elemként, rezgés csillapítására. És mivel könnyen furható, faragható, ezért számos területen lehet alkalmazni az aluhabot. Az autóiparban a legfontosabb hajtóerő a súlycsökkentés, illetve az autó biztonságának a növelése. Mind a kettő területen az alumínium hab kiváló. Olyan paneleket tudunk majd gyártani, amik egyrészt az autóknak az oldalfalait, az autóknak a padlólemezét ki tudják váltani, illetve öntött autó alkatrészek súlycsökkentését is fogjuk tudni növelni azáltal, hogy ezt az alumínium habot használjuk. A cég jövőbeli tervei között szerepel acélszilárdságú alumínium habok gyártása, illetve az aluhab fűthetővé, hűthetővé tétele. Az ipari innováció díjas Aluinvent ZRT célja, hogy a különleges anyag beépüljön a mindennapi életbe, és mindenki számára hasznosítható legyen. Nádfedő és hosszúkás több generációs házak. Hosszú évszázadok meghatározó építészeti stílusa volt ez hazánkban, amely az 1800-as évek derekán a falusi emberek életviteléhez alkalmazkodott. Búzás Miklós főépítésszel a kor jellegzetes házai között barangoltunk, a Szentendrei skanzánban. A kisalföld jellegzetes tájépítészeti elemei elevenednek meg a szemünk előtt, amikor Búzás Miklóssal, a skanzen főépítészével sétálunk a házak között. Azt meséli, Magyarország nyugati régiójából nagyon szép arhaikus megoldások maradtak ránk. Eleinte a kisalföldet jellemezte egy földépítészet, valamikor nagyon régen egy faépítészet, de az a 12-13. Század, tehát inkább csak metszetekről, egyebekről, mint emlékekről tudunk. Majd ezt egy földépítészet váltja fel a terület közepén, és 1850-es éveket követően, amikor megszűnnek a céh monopolimok, a téglavetés nem csak városi előjog lesz, hanem egyre több helyen vetik, akkor a parasztpolgárság mögöttem látható házait már égetett téglából építik meg. Hasonlóan a fedőanyagok, a szálas anyagokat a cserép váltja föl, szintén ebben az időszakban, tehát a századfordulóra, a 20. század elejére sokkal jellemző lesz már a cserépfedés, mint a nád, zsúp és egyéb szálas anyagfedések. Ez a ház a Pannonhalmi járásból való. Tápon épült eredetileg az 1800-as években. A nádfedeles zsellérház egykor az uraság telkén állt. Az uradalom telkén lakó zsellérek építették, ők laktak benne, viszonylag kis területet kihasítva a uraság telkéből. Éppen ezért nagyon archaikus szerkezetek is használnak, ilyen például mögöttem a homlokzaton látható ágasfás szelemenes tetőszerkezet, illetve az épület tömbjéből kilógó kemencetest, ami nagyon jellemzően 16-17. Századi épületeknél régészeti ásatásokból még előjön. Ez a ház éppen azt mutatja be, ahogy vált a fedési mód. Eredetileg valószínűleg az épületet náddal fették, alsó rétegében nád helyezkedik el, majd amikor a nád a folyamszabályozások miatt nehezebben elérhetővé vált, akkor a gabona konjunktúra következtében a zsupkével kezdik fedni, hiszen az volt az éppen elérhető legolcsóbb, legjobb építőanyag. Az építészeti hagyományokhoz híven a ház elejébe mindig a hálószobát építették a zsellérek, amely az utcafrontra nézett. A téli időszakban azonban gyakran átalakították szövőszobává ezt a helyiséget, a lakók pedig ezekben a hónapokban a ház hátsó kamrájában aludtak. A lakótér közepén volt a konyha. Ahol most állunk, ez pedig a konyha része, ez a pitvar, az előtere a konyhának.
itt látszik a füstrekesztő gerenda, és mögötte maga a tényleges konyha, ahol a főzés zajlott, és ebből a konyhatérből lóg ki hátrafele a kemence teste. Ugye hetente egyszer kenyérsütésre került sor, ez hozzátartozott a paraszti konyha alapvető berendezéséhez. Ahogyan a mézes kalács készítés is nagy hagyomány volt az asszonyok között, ősi mesterségnek számított. Lisztet és mézet összegyúrtak, fölkenték egy kőre és kitették a napra megszáradni, úgyhogy ennyi volt az egész. És később, mikor már el akarták adni, akkor igyekeztek ugye olyan formát adni neki, ami hát tetszetőssé és mai szóval élve piacossá teszi, és minden mézes kalácsos a saját maga által faragott formát használhatta, és ez egyúttal egy védjegy is volt, tehát aki ügyes volt, szebbet faragott, az nyilván jobban el tudta adni a piacon. A századfordulón, az 1900-as évek elején épült házban már jóval tágasabb konyhát alakítottak ki az asszonyoknak. A terek is nagyobbak és világosabbak voltak, a bútorzat pedig mívesebb munkát dicsért. A ház padlóját fával burkolták, a szegényebb lakások döngölt padlói helyett. A korra jellemzően az épületek több generációnak adtak otthont. A gyerek nem költözik el, hozza a menyasszonyt a házhoz, és ők akkor újraosztják a helység funkcióit, és az első utcai szobát kapja meg a fiatal pár, ők berendezkednek az új bútorral, amit hozományként kapnak, tehát ez azért is egységes, mert egy időben egyszerre veszik, míg a szülők valamelyik másik helyiségbe vonulnak vissza, itt például ennél a háznál a kamrát alakítják lakószobává, és azt kezdik használni. A magas homlokzatú, fehér remeszelt ház hátsó részében volt az étkező rész és az idős szülők szobája. Utóbbiban a betelepülő németek hatására baldahinos ágyak voltak, jóval kisebbek a mai pihenőhelyeknél, ugyanis őseink akkoriban több párnát egymásra pakolva, félig ülő helyzetben aludtak. Nem volt divat az, mint ma, hogy vízszintesen nagy párna nélkül elfekszünk, és ezért sokkal rövidebb ágyakat használtak. A másik az, hogy általában két ember használt egy ágyat, tehát sokkal kevésbé mozogtak, és sokkal kevésbé volt szükség a mozgási helyekre. A ház hátsó részében az állatokat tartották. Ennek az épületnek a lakói sem nemesek voltak, az uradalomban dolgoztak. Mind az 1700-as években, mind pedig az 1900-as évek elején a parasztházakat a hétköznapi életnek leginkább megfelelően praktikus szempontok szerint alakították ki. A Szentendrei skanzen pedig máig híven őrzi őseink hagyományait és hétköznapjait. Innovációs magazinműsorként gyakran foglalkozunk informatikai újításokkal. Ugyanakkor mégsem várhatjuk el, hogy minden nézőnk tisztában legyen az összes számítástechnikai szakkifejezéssel. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy tisztázunk egyet s mást a témában. Elsőként azt, hogy mégis mi az a titokzatos felhő, és hogy kerülnek bele az adataink. Ági mérnök informatikusnak tanul a Műegyetemen. Ma is, mint minden nap, a laptopjával érkezett az egyetemre. Le kell adni a házi feladatát. Áginak olyan feladatot kellett megoldania, amihez az ő gépe gyenge lett volna. Azonban rá tudott kapcsolódni otthonról a Műegyetem egyik szobájában duruzsoló szerverre, amin már meg tudta oldani a feladatot. Eközben a saját laptopján annak a távoli gépnek a monitorképét látta. Ez a 10 egységnyi számítógép, ez az, ami a mi hallgatóinkat kiszolgálja. Ez a körülbelül 3 asztali gép méretű szerver képes kiszolgálni egyszerre 80 hallgatót, akik akár a kollégiumból, akár otthonról, akár az egyetem bármely pontjáról dolgozhatnak, és ehhez nem kell összerakniuk a sok esetben bonyolult és drága konfigurációt. Ezeknek a női nevekre hallgató szervereknek az egyikéhez kapcsolódott Ági is. Talán pont az Ágnes nevűhöz. A cloud computing alapötlete tulajdonképpen ugyanaz, mint a villamos energiájé, hogy nagy koncentrált erőművekbe, szervert telepekre gyűjjenek össze professzionális üzemeltetés alá a számítógépek, és a felhasználó az interneten keresztül kapja meg ezt szolgáltatásként garantált minőségben, és annyit fizessen érte, amennyit használ belőle,
Tehát ne saját maga építsen számítógépet és számítógépes alkalmazást, hanem ezt háttérként vásárolja meg szolgáltatóktól. A felhasználó tehát a professzionális szerverekből vásárol egy-egy szeletet. Ha kis feladata van, vehet kis gépet olcsón, de ha néha bonyolult alkalmazásokat futtat, arra az időre bérelhet több kapacitást. És mindez dinamikusan változtathatja az aktuális szükségleteinek megfelelően. A felhő számítástechnika nevében a felhő annyit jelent, hogy az átlagos felhasználó, akinek nincsenek különleges szolgáltatásai, saját maga nem is tudja, hogy a világ melyik végén fut a programja, hiszen az interneten keresztül összekötve azt, hogy egy szomszédországban vagy egy másik kontinensen fut az alkalmazása, őt nem nagyon érdekli már. Ahogyan a villanykörte esetében sem tudom, hogy a konnektorba dugva melyik erőműből érkezik az áram, úgy a cloud esetében sem egyértelmű, honnan biztosítják nekem a számítástechnikai kapacitást. Alapvetően a felhő alapú tárolással egy komoly probléma van a magyar adatvédelmi jog szerint, hogy nem nagyon tud vele mit kezdeni az adatvédelmi törvényünk. Ez nem egy átlagos felhasználó számára érdekes, hanem azon cégek számára, akik adatkezelővé válnak, és valaki másoknak kezelik az adatait. És azt mondja az adatvédelmi törvényünk, hogy abban a pillanatban, hogy én adatkezelő vagyok, akkor nekem meg kell tudnom jelölni az adatkezelésnek a pontos helyszínét is, így ez földrajzilag. Na most ugye éppen az a felhőnek a lényege, hogy a lehető legritkább esetben tudom azt, hogy pontosan hol vannak az adataim, mert éppen ott, ahol éppen szabad kapacitás van. Ez pedig nem csak jogi, de üzemeltetési és biztonsági kérdéseket is felvet. A cloud üzemeltetési környezet látszólag egyszerű, könnyű, rugalmas, egy folyékony környezetet biztosít, mindenki eléri azt az alkalmazást, amit szeretne. Túloldalról nézve viszont, amikor egy cloud környezetet üzemeltetni kell, ennek az üzemeltetésnek a feltétele valójában, hogy uralni kell ezt a káoszt. Ezt a káoszt, amit az egyes felhasználók az egyes alkalmazásaikkal, környezetükkel hoznak létre. Ehhez pedig nagyon szigorú biztonsági szabályokra és fejlett rendszerfelügyeleti eszközökre van szükség, amit nem minden cloud szolgáltató képes biztosítani. A felhasználók szempontjából az egyik fontos kiválasztási szempontnak kellene lennie annak, hogy eldöntsék azt, hogy melyik cloud szolgáltató szolgáltatásait veszik igénybe, és ez a szempont pont az, hogy az adott szolgáltató milyen típusú technológiákat használ, képes-e garantálni, hogy az adott alkalmazások csak az adott felhasználó számára érhetők el, az adatokat más nem tudja lemásolni, a belső eljárásaik megfelelőek ahhoz, hogy egy üzemeltetés optimálisan kialakítható legyen. Talán nem is gondolnánk, de amikor keresünk a Google-ban, vagy böngészünk a Facebookot, a háttérben cloud alkalmazás fut. Ha regisztrálunk egy közösségi oldalra vagy egy levelező rendszerbe, esetleg letöltünk egy alkalmazást a telefonunkra, szerződést írunk alá. Sokszor fogalmunk sincs, milyen adatainkhoz férnek hozzá az applikációk, és azokat mire használhatják. Éppen ezért érdemes elolvasni a felhasználási feltételeket, mielőtt kipipálnánk, hogy elfogadjuk őket. Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy mindenkinek joga van a személyes adatainak a védelméhez. Mert amikor mi használjuk az internetet, akkor bizony az adatvédelem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy én, hogyha megadok másnak egy információt magamról, ami összeköthető velem, tehát már személyes adatom, azzal mi történik a továbbiakban. A törvény azonban egyetlen dolgot nem mond ki, meg a jogalkotó nem írta le se az alaptörvény, se sehova, hogy a legnagyobb alapjogunk, elnézést kérek azt, hogy teljesen hülyék legyünk, és két kézzel szórjuk az adatainkat. Az internetes levelező rendszerek, közösségi oldalak vagy keresőmotorok nyilvános cloud szolgáltatások. De ha az adataink bizalmasak, létrehozhatunk privát cloudot is. Ilyenkor házon belül a sok kisgép helyett egy naggyal biztosítjuk a számunkra szükséges kapacitást gazdasági megfontolásból. Mondjuk egy bank vagy egy nagyvállalat esetében. De ilyen működik a BMM méréstechnikai és információs rendszerek tanszékén is. Ehhez kapcsolódott Ági is, amikor megoldotta a házi feladatát. A felhőben épp úgy eltűnik minden, mint egy repülőgép, amit elindítok, belerepül a felhőbe, nem látom, a lényeg az, hogy vissza is jöjjön és hozza a végeredményt. Bár nekem még nincsen gyermekem, így első kézből nincsenek információim, de a környezetemben mégis azt látom, hogy a terhesség a nők életének egyik legboldogabb időszaka. Persze nem mindig egyszerű, és itt nem csak a test és a hormon háztartás változására gondolok, hanem a rendszeres orvosi vizsgálatokra is. Egy magyar fejlesztés a Baby CTG, ez utóbbiban lehet a kismamák segítségére. A
A várandóság 9 hónapja csodálatos időszak, tele izgalommal, kíváncsisággal, tervezgetéssel. És persze rendszeres orvosi vizsgálatokkal a komplikációk elkerülése érdekében. Ezek közé tartozik a CTG vizsgálat is. A CTG az a kardiotokográf nevezetű készüléknek a rövidítése. Ezzel készítünk egy olyan regisztrátumot, amit kardiotokogramnak nevezünk, így értelmszerűen. Ez egy magzati szívhang, illetve az anya méhnek az aktivitásának a mérésére alkalmas készülék, amit ugye a 70-es években fejlesztettek ki, és a méhen belüli monitorizálásra jó a magzatnak. Ezt lehet mind nyugalomban, mind pedig akár vajudás szülés közben is. A CTG készüléknek két szenzora van, az egyik szenzor egy ultrahangos fej, amely a magzati szívnek a frekvenciáját méri, és van egy másik fej, az pedig az anyaméhnek a tevékenységét, összehúzódását méri. A szakmai ajánlás szerint a 36. héttől kezdve heti rendszerességgel kell CTG vizsgálatra menni, kórházba vagy szakrendelőbe. Persze, vannak esetek, amikor ennél gyakrabban kell mérést végezni, ami a terhesség végén járva nagy pocakkal nem mindig egyszerű. Egy barátommal beszélgettünk, aki informatikus, és föltett nekem egy kérdést, hogy van-e olyan alkalmazás, amit esetleg tudnánk fejleszteni okostelefonra, ami szülészeti alkalmazás, és így jutott eszembe, hogy esetleg a CTG-t lehetne leegyszerűsíteni, hogy a kismamáknak ne kelljen a kórházba bejönni, vagy szakrendelőbe bejönni. Ennek akkor van jelentősége, hogyha a kismama messze lakik, vagy ágyhoz kötött, vagy pedig annyira sűrűn kell bejönni, hogy egyszerűen emiatt kényelmetlen a dolog, és ezért inkább otthonról végezheti el ezt a mérést. Ez az első terhességem, és hogyha minden igaz, így most már a 35. héten biztossá vált, hogy egy kisfiút, egy kis Tamást várunk. Hallottam arról, hogy van lehetőség ezeket a vizsgálatokat kiváltani, akár így ilyen távoli applikációs lehetőséggel, méghozzá azért, mert én vidéken lakom, és elég kellemetlen terhesen mondjuk eljutni egy hosszabb úton A pontból B pontba, szintemelkedéssel, időjárási körülményekkel dacolva, és amennyiben lehetőség van ezeket megoldani otthon kényelmesen, mindenféle stressz nélkül, akár otthonkában, akkor ez természetesen élni kell ezekkel a lehetőségekkel. A BBCTG egy magzatmonitorozó rendszer orvosi távfelügyelettel. Alapvetően egy mobil applikációból áll, amit a kismama az otthonában le tud tölteni, meg tudja rendelni a csomagunkat, amelyben egy bluetoothos szenzort kap, ultrahangzselét, kis táskát, amiben ezt tárolni tudja, és magán az appon belül találja meg az összes tudnivalót, amely a használatához szükséges. Katinak nem kell más tennie, mint belépni az applikációba, új mérést indítania, és az ultrahang zselével bekent szenzor segítségével megkeresni a magzati szívhangot. Ha ezt magabiztosan és tisztán hallja, akkor a 20 perces mérés ideje alatt már csak az a dolga, hogy egy gomb megnyomásával jelezze, ha mozog a baba. A mobil applikáció a vizsgálat során végig segít. Figyelmeztet, ha a kismama elfelejtette jelezni a magzatmozgást, vagy ha elvesztette a szívhangot. Ha pedig éppen aludna a baba, ajánlást tesz, hogy fogyasszunk egy kis kekszet, csokoládét, hogy felébresszük. A mérésnek minimum 10 percesnek kell lennie annak érdekében, hogy ez kiértékelhető legyen. A mérés lezárása után a kismama írhat saját magának megjegyzést, illetve az orvosnak elküldve is tud az orvostól kérdezni, és az orvos erre tud választ adni. Tökéletesen ugyanazt a görbét tudjuk elkészíteni a BBCTG-vel, mint az asztali nagy készülékekkel a kórházban vagy a szakrendelőben, és mivel ez egy kiértékelő központba érkezik a mérés eredmény, ahol orvosok, illetve szülésznők fogadják a méréseket, tehát a kiértékelés is szakszerűen történik. A kismama két órán belül megkapja az értékelést, bárhol legyen és bármit csináljon éppen. Sőt, ha valami baj lenne, nem csak e-mailben és az applikáció felületén jeleznek vissza, hanem telefonon is felhívják, figyelmeztetni, hogy keresse fel az orvosát. Az applikációval kapcsolatban azt érzékeltem, hogy minden sokkal könnyebb, hogy amíg az ember elmegy egy orvosi vizsgálatra, macera eljutni oda, várni, rengeteg ember van, meleg van, stb. Addig otthon ez kényelmesen kiülök a kis kertembe, iszom közben egy limonádét, hallgatom közben a gyermekem szívverését, ez egyrészt megnyugtat, másrészt lelazít,
és jó dolog. Tehát ez egy bensőséges kapcsolat is akár a párommal, hogy amikor ő csinálom ezeket a vizsgálatokat, ott csücsül mellettem, és hallgatja a saját gyermekének a szívének a dobogását, hiszen ő ugye nincs annyira közeli kapcsolatban, kontaktban a gyerekkel, mint én, és ez egy kicsit még közelebb hozza őt ehhez az érzéshez. Nos, azóta az apuka még közelebb kerülhetett az érzéshez, és a közvetlen kontaktus is kialakulhatott, hiszen Tamás 2017. augusztus 29-én reggel 6 óra 34 perckor 3500 grammal egészségesen megszületett. Mai műsorunk véget ért, de jövő héten újabb érdekes tudományos témákkal várjuk Önöket. Adásainkat persze addig is visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Lájkolják a Facebook oldalunkat is, ha hétközben is olvasnának a műsorunkról. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre az info@novumtv.hu-ra. Én búcsúzom, szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.